Szevasztok, Peti vagyok, és az Avagrup média csatornát nézitek. Itt a nyár, eljött az ideje, hogy megkészítsük a tavalyi évi adóbevallást itt Németországban, úgyhogy ma elkezdünk egy sorozatot, amiben lépésről lépésre elkészítjük a németországi adóbevallásomat. Megmutatom minden egyes részletét az egész procedúrának. Mint ahogy mondtam, ez egy sorozat lesz. Az első részben, tehát most elmondom nektek azt, hogy mire kell odafigyelni, miket tanácsolok, milyen lehetőségeitek vannak az adóbevallás elkészítésére vagy elkészítetésére. Majd a következő részben regisztrálunk az Elster nevű honlapra, ahol ti magatok elkészíthetitek adóbevallásokat, ahogy én is fogom csinálni ebben a sorozatban. Utána fogunk beszélni a Stoyer Classicról, az egy rövid rész lesz, viszont nagyon fontos a ti számotokra. A negyedik részben pedig elmondom, hogy milyen papírokra, dokumentumokra van szükségetek, hogy majd az elszeren ki tudjátok tölteni az adóbevallásaitokat. Előre fölül van figyelmeteket, hogy én nem vagyok adótanácsadó, tehát nincs birtokomban minden információ kivétel nélkül, viszont mindenek utána lehet googlizni. Én a saját adóbevallásomnál tudom, hogy mit tudok elszámolni, ezeket nektek el is tudom mondani, hogy például amikor frissen kiköltöztök Németországba, akkor milyen összegeket lehet visszaigényelni. Ha jól emlékszem, az első adóbevallásomba nagyjából 3000 eurót igényeltem vissza, és kaptam is vissza a német áramtól, úgyhogy ez egy nagyon érdekes rész lesz majd az utolsó rész, ami meglehetősen hosszú lesz, abban végigmegyünk egy teljes adóbevallás kitöltésén. Nem fogok kitérni olyan dolgokra, hogy, hogy mit tudom én, munkanélküli pénz, meg, meg gyes, meg, meg mit tudom én, nőtartás, mert ezekkel kapcsolatban nincsen tapasztalatom, viszont mindenki aki normális munkában, 365 napban alkalmazottként dolgozik Németországban, az ez alapján, a videó alapján ki tudja majd úgy tölteni az adóbevallását itt Németországban, hogy az a német adóhivatalnak elegendő legyen. Úgyhogy, vágjunk bele! A legelső dolog, és ez nem fog mindenkinek tetszeni, nem tudod úgy kitölteni saját magad az adóbevallásodat, hogyha nem beszélsz megfelelően németül. A honlap, amin keresztül majd ki fogjuk tölteni az adóbevallást németül van. Ha elmész egy Lohnsteuer Hilfeferányba, ott is német emberek fognak tőled kérdezni nagyon kacifántos dolgokat, úgyhogy azt javaslom, hogy ha nem beszélsz eléggé németül, akkor mindenképpen fordulj adótanácsadóhoz. Ezen a ponton tudok nektek ajánlani egy brilliáns adótanácsadót, aki Würzburgban él, Császár Zoltánnak hívják, beszél magyarul, és gyerekkora óta itt él Németországban, fog nektek tudni segíteni az adóbevallás elkészítésében. Arról, hogy ez mennyibe kerül, arról meg mindjárt beszélünk. A következő pont az, hogy kinek kötelező adóbevallást csinálnia. Németországban az a helyzet, hogy alapvetően nem kötelező adóbevallást csinálnod, hogyha egyedül élő ö, személy vagy, tehát nőtlen, szingli, ki hogy hívja, akkor nem vagy köteles adóbevallást csinálni. Miért van ez, mert ebben az esetben a német állam olyan sok adót von tőled le, hogy egészen biztos, hogy te adót tudsz visszaigényelni. Nyilván a német állam se hülye, ebben az esetben nem teszik kötelezővé azt, hogy te adóbevallást csinálj, hisz abból indul ki, hogy te akkor pénzt kapsz vissza tőle. Viszont amennyiben házastársak vagytok, együtt éltek, együtt adóztok, akkor már kötelező adóbevallást készíteni. Nyilván, ha jó az adótanácsadód és relatív, relatív kis keresettel rendelkezel, akkor még mindig kapsz vissza pénzt, ugye Németországban sávos adózás van, ha átléptél egy bizonyos összeget, megcsinálod az adóbevallásodat, és ahogy én is, ö, kaptok egy levelet, hogy akkor utána negyed évente még fizes utána, mit tudom én, 50-100-150 eurót, ö, azért, mert, mert kevesebb adót von le tőled a német állam. Tehát a bérszámfejtés során, mint amennyi adót valójában be kell, hogy fizessél. Tehát még egyszer milyen lehetőségeid vannak. Egyrészt el tudsz menni egy adótanácsadóhoz, ahol egy picit többet kell fizetni, erről majd mindjárt beszélünk, el tudsz menni egy loanstoyer hílfeferányhoz, ahol kevesebbet kell fizetni, ellenben nem kapsz olyan szolgáltatást, mint egy adótanácsadónál, és elkészítheted az adóbevallásodat saját magad. Abban az esetben, hogyha te nyilván sporolni szeretnél, és nincsenek nagyon pacifántos dolgok az adóbevallásodban, tehát reggeltől estig dolgozol egy munkahelyen, és ez most már évek óta, tehát nem történik sok dolog, ebben az esetben én azt javaslom, vagy hát pontosabban egy ilyen karrierre készülsz Németországon belül, akkor ebben az esetben azt javaslom, hogy a legelső adóbevallásodat, tehát az első itt Németországban eltöltött éved után menj el egy adótanácsadóhoz, fizes ki azt a picivel nagyobb összeget, mint uh, ha egy Lonstoyer-Hilfe Ferányhoz mennél, vagy hát nyilván több összeg, hogyha saját magad sem megy, viszont akkor ő professzionálisan megcsinálja az adóbevallásodat, és ami csodálatos a német adórendszerben, hogy onnantól a tavalyi adóbevallásodat lemásolva, tehát mit tudom én, a 23-as cella az minden évben 23-as cella, és a bérpapírodról a 23-as rublikában lévő összeget bele kell írni. Ennyire egyszerű, de mégis az első beadóbevallást bevallást csináltas meg adó tanácsadóval. Már csak azért is, mert például nekem az én gazdasági igazgató asszonyom csinálta meg az első adóbevallásomat, 5 év eltelt, most már elégült, de gyakorlatilag 3000 eurót igényeltünk vissza. Hogy lehetséges ez? Hogyha egy olyan adótanácsadóhoz mész el, aki érti a szakmáját, és neked egy maximálisan kielégítő szolgáltatást akar nyújtani, akkor ő tudni fogja azt, hogy mi mindent lehet elszámolni: hazajárást, ha külön éltek, ha az asszony még otthon van, a költözést, a, a mindenféle dolgot, ebbe majd egy későbbi videóban részletesen belemegyünk, mindenféleképpen javaslok egy jó adótanácsadót, aki neked lelkiismerettel elkészíti az első adóbevallásodat, és onnantól minden évben azt le tudod másolni. Mi az a Lohnsteuerhilfeverein? A Lohnsteuerhilfeverein az minden városban van, tehát ilyen kisebb-nagyobb városban, Gyakorlatilag ez egy önsegítő szolgálat, oda be tudsz menni, be tudsz fizetni, és az ott lévő urak, hölgyek segítenek neked kitölteni az adóbevallásodat. Természetesen ez olcsóbb, de olcsó húsnak híga leve, tehát egy Lonstoyer hírfeferányba soha ne vált el, hogy olyan jó minőségű adóbevallást készítenek neked, pontosabban veled együtt, hogy az utána egy megfelelő mértékű adó visszaigénylést vonzon maga után. Általában megcsinálják arra, hogy jó, rendben, kerestél ennyit, ennyit voltál, Szabin, szervusz, mehetsz, fizes még utána adót. Ez így működik. És még egy nagyon fontos dolog, hogy Németországban jogilag, ha nem adótanácsadóval csináltatod az adóbevallásodat, akkor az az adóbevallás te magad készítetted. Tehát, hogyha elmész egy Lonstoyer Hilfe akkor ott is aláíratnak veled egy papírt, hogy ugyan ők támogatnak téged értelmezni azt, hogy mi van az adó rugribkára írva. Jelzem németül, tehát tudni kell németül, de nem ők csinálják meg az adóbevallásodat, hogyha az az adóbevallás a végén rossz, számodra kedvezőtlen, utána kell fizetned, akkor sincsen semmilyen jogi következménye ő rájuk nézve, tehát semmilyen felelősséget nem vállalnak, mindaddig, hogyha egy adótanácsadónál csináltatod meg, többet fizetsz, professzionális munkát ad ki a kezéből, és ő felel azért az adóbevallásért, illetve ő is azt fogja mondani, hogy hát a te általad hozott információk alapján töltötte ki, de mégis ő felel azért. És akkor nagy a kérdés, Mennyibe kerül? Ha magad töltött ki az Elster onlapján, tehát az Elster az a Stoerámnak a saját honlapja, tehát E-L-S-T-E-R, ha itt töltött ki az adóbevallásodat, akkor az számodra teljesen díjbentes. Nyilván tudni kell, hogy mit írsz be. Ha egy lohn hilfeferányhoz mész, akkor meg tudom nektek mutatni az itteni Rotenburgi Lonstoyer stoer díszabását, tehát meg tudom nektek mutatni a Rotenburgi Lohnsteuer Hilfeverein az ártáblázatát, ami abból áll, hogy itt ebben az oszlopban van az, hogy mennyit keresel. Figyelem, kerestek, és annak megfelelően mellette jobb oldalt itt van, hogy mennyit kell majd fizetnetek áfával együtt. Miért mondom, hogy kerestek? Ez a táblázatot úgy kell kezelni, hogyha teszem azt, te is dolgozol, meg a feleséged is dolgozik, akkor ugye ti egy háztartás vagytok, egy adóbevallást adtok be, tehát csak az személyi adategyeztető lap lesz kétszer hozzáfűzve, és a munkáltatói lap lesz kétszer hozzáfűzve. De az egy adóbevallás, és akkor össze kell számolni azt, hogy ti közösen évente mennyi kerestek. Mondok egy egyszerű példát, te is keresel bruttó 2000 eurót, meg a feleséged is keres bruttó 2000 eurót havonta, ugye az 4000 euró szor 12, 48000 eurót kerestek havonta, akkor az azt jelenti, hogy a táblázat alapján 145 eurót kell kifizetni a Lonstoyer Hilfe és, mint mondtam, az adó tanácsadónál ennél valamivel többet kell keresni. Az adó tanácsadónál ez úgy működik, hogy az említett uh, császárúrnál is van egy pici kis zsebkönyv, tényleg ilyen miniatűr könyv, amiben benne van egy hasonló táblázat, hogy törvényileg megvan szava, hogy ő mennyit kérhet el. Ebbe a könyvbe az van, hogy tollig. Tehát elkérhet mondjuk, 100 és 160 euró között csak mondtam valamit, és utána ő megítélheti azt, hogy mennyire bonyolultati adóbevallásodok, tehát hogy, hogy tényleg csak, mint ahogy mondtam, minden nap elmentek dolgozni, nincsen benne semmi okosság, akkor nyilván a 100 euróhoz közelebbi összeget kell majd szerez, fizetetek, ha meg nagyon sok bonyolultság van benne, mert home office van, mert céges autód van, mert Öm, különböző oktatásokra jársz, ami ügyet, csökkenti az adóalapodat, de erről még beszélünk, meg van 20 millió dolgod, ami csökkenti az adóalapodat, akkor nyilván a drágábbik összeget kell fizetni. Én azt mondom neked, hogyha ti ebbe az imént számolt 48 ezer eurós ö, sávba estek, akkor 145 euró helyett valahol 200 euró alatt fogtok fizetni, szerintem. De meg kell kérdezni a császár Zoltánt, ha engedi, akkor az elérhetőségeit megtaláljátok itt a videó alatti leírásban. És, mint mondtam, a következő részben pedig megmutatom nektek, hogy hogy kell regisztrálni az Elster honlapjára, és utána az utolsó részben pedig kitöltjük én adóbevallásomat, nekem van ugye home office nekem vannak különböző számláim, meg mindenféle dolgok, tehát elég sok minden nem van, ami csökkenti az adó alapomat. Ezeket mind bele fogjuk venni, de, mit mondtam, ilyen gyerektartás, meg, meg, meg családi potlik, meg ilyenekkel nem fogunk szórakozni. Viszont, hogyha végignézitek majd a videósorozatot, akkor kis googlizás után meg lehet találni, jó szerencsével talán még magyarul is, bár erre nem mernék fogadást kötni, azt, hogy ebbe a hosszú táblázatba, a számú rublikába kell például beleírni a családi potlékot. Úgyhogy remélem már is feliratkoztatok a csatornára, és megosztottátok minden Németországban élő ismerősötökkel ezt a videót, hogy jövőre, vagy akár, hogyha elég gyorsak még idén is, beadhatják az adóbevalásukat saját maguk. Ennek a videónak a segítségével, vagy ennek a sorozatnak a segítségével találkozunk legközelebb. Szevasztok!